látok másokat, fiatalokat, idősebbeket is, akik most kiszabadultak, hogy meglepően kicsit másként viselkednek. Tehát kicsit mondjam azt, hogy tombolnak ugye a maguk módján. Na most, ha ez a tombolás, és ne adj Isten, mondjuk egy nagyobb mennyiségű alkohol találkozik egy tóparton, azért a nagy számok törvénye az, hogy ebbe azért vélelmezhető, hogy valaki esetleg áldozatául esik ennek a történetnek. Az elmúlt esztendőben nem kellett a Gemenc mentőcsoport búvárainak lemerülni azért, hogy felhozzanak valakit, aki áldozatul esett egy felelőtlenségnek, vagy rosszul ítélte meg az úszás képességét. Ebben, mondja Hortai Tamás, mentőbúvár szerepe volt a folyamatos figyelmeztetések hatásai mellett a bezártságnak is. Az idei évben más a helyzet, és megítélése szerint leginkább az alkoholos állapotban való fürdés jelentheti a legnagyobb veszélyt. Az idei évben azt gondolnám, hogy nagyobb veszélyt rejt megint csak a hirtelen kitörő szabadságvágyból adódó italozás és egyéb bódítószereknek a fogyasztása, és az ebből adódó fürdőzés, ami különben egy borzasztó veszélyes kombó. Tehát én mindenkit nagyon-nagyon óva intenék, először is, hogy ittassan vízbe menjenek más szerekről, meg aztán nem is beszélve. Az a tapasztalat, mondja Hortai Tamás, hogy az emberek általában rosszul ítélik meg saját állapotukat, pont úgy, mint úszás képességüket, és ez újabb tragédiák forrása lehet. Óva intek mindenkit, még egyszer mondom, főként laikusokat, tehát akik különben nem is tudják, de valójában ők is az életükért küzdenek, miközben a vízben úsznak, bár ők úgy élik meg, mintha nagyon jól úsznának, de nem igaz. Sajnos azért az igazán képzett versenyúszókhoz, vagy az igazán képzett vízimentőkhöz képest egy átlagembernek az úszástudás az jelentéktelennek mondható. Ebből adódóan mindenkit óvaintenék és lebeszélnék arról, hogy ő önkéntes mentőként bármilyen, akár ittasan bajba jutott ember után ugráljon. Meg kell nézni a statisztikákat, mindig ezt szoktam mondani, vissza kell nézni, szinte 99%-ban az ilyen típusú mentéseknél mindenki áldozatául esik az akciónak. Egyszerűbb lebeszélni valakit arról, hogy túlvállalja magát józanul is, hát még bódultan, mint utána végignézni, hogy csak befelé tudott menni a vízbe, mondja Hortai Tamás. A mentőszakember azt mondja, lehetőleg vessünk be mindent annak érdekében, hogy a szabadságvágytól és az italtól megrészegülő embereket visszatartsunk olyan manővertől, melynek a kelleténél nagyobb a veszélye.